Hát meglátjuk, az még a jövő zenéje. Meg még a bajnoki címet sem adták oda egyik csapatnak. Egy jó beadás, és ott van a második gól. Hát ehhez most kellett egy kis szerencse is. Négó vitte le az alapvonalig a labdát. És aztán valahogy utat talált a labda a hálóba. Lehet, hogy el is dőlt a mérkőzés, hiszen most itt 3 perc alatt kapott 2 gólt a DVTK, és hát meg lennék lepve, hogyha erre tudnának 2-3 góllal felelni. És meg is nézzük még egyszer. Hadzsics átlépte a labdát, Szczepovics Négóhoz passzol, és hát ez egy, igen, nagyon szerencsétlen találat. Jagodinskis menteni szeretne, de pont becsapja Bukránt, és így 2-0-ra vezet a videóton.